hasonló zenei nyelvet beszélünk mind az öten, és ezt szeretném is önöknek bemutatni. Jó, hogy játszani újra! Zenei lelkitársak a Szabó Dániel Quintet tagjai. A csapat hosszú idő után állt össze újra, és csak a nyári szünetre, hiszen a zenészek közül hárman is külföldön élnek. A koncerten elsősorban az Amerikai Egyesült Államokban zenélő Szabó Dániel saját kompozícióit mutatták be. A zongoristát sok minden megihleti, ha a zeneszerzésről van szó. Van egy szerzeményem, az a címe, hogy Gyerektánc, Kids Dance, ez a kisfiam, kislányomnak a táncolásából származik. Van egy szerzemény, aminek az a címe, hogy Útkereszteződések. Ez abból származik, hogy most épp egy olyan életszakaszban vagyok, amikor be kell kanyarodni egy másik fajta kultúrába, másik fajta civilizációba, vagy a lebegés, ami egy lelkiállapotra utal. A Szabó Dániel Quintet tagjai ismerősek lehetnek a helyi jazz rajongók számára, hiszen a zenészek mindegyike megfordult már Nagykanizsán. A zenekar vezetője ősszel tér vissza Los Angelesbe, addig Magyarországon találkozhat vele a közönség.